temetőkerítés, aktív korát éli az Egyesület, elakadt a mentő 12 éve a karcagi csordtörőnek. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. december 14-én 18 óra 5 perckor. Hamarosan befejeződik a Borjúdülő temetőnél a kerítés készítése. A részletekről Koncz Tibor esperest kérdeztük. Mint megtudtuk, 99%-os készületben van a kerítés, a két kiskapu kivételével minden megvan, azaz körbe van kerítve a Borjúdülő temető. Ez nem csak esztétikai szempontból fontos, hanem vagyon és személyi biztonság miatt is. Örömmel jelentetem, hogy körbe van kerítve a borjúdülői temető. Nyilván nem csak azért, mert esztétikai szempontból is fontos, hogy legyen egységes a temető, lehessen látni a határokat, hanem mindenekelőtt a vagyon és személyi biztonság miatt kénytelenek voltunk, illetve nem kénytelenek voltunk, hanem örömmel. Ha meg tudtuk tenni, akkor megtesszük. A legfontosabb talán az, és ez egy jó hír, hogyha szabályszerűen tudjuk használni a kerítést, illetve a kapukat. Magyarul senki nem fogja feleslegesen azért, hogy lerövidítsen bizonyos utakat megbontani, letaposni, illetve nem fogja a kaput tárva nyitva hagyni, akkor talán meg tudjuk védeni, és ez innentől kezdve már nem rajtunk múlik, a vad kártól a temetőt, hiszen talán ez volt a legnagyobb probléma. Minden érának, minden időszaknak vannak bizonyos tipikus problémái. Én úgy látom, hogy az elmúlt 10 év legnagyobb problémája országszerte, hogy a vadak beszoktak a lakott területre, többek között a temetőbe, ahol nagyon könnyen tudnak hozzájutni számukra finom növényhez, ami viszont a kegyelet virágai, tehát nekünk ez nyilván nem csak anyagi, hanem mindenképpen lelki problémát okoz, tehát ez volt az első, ami miatt mindenképpen nekiálltunk, és ezért lett a borjúdülői temető az első, hiszen ott van a legnagyobb kár, a többi temetőnkben nem nagyon tapasztaljuk, talán még az északi hasonló, de ott a nagyságrendek sokkal kisebbek, úgyhogy ez volt az indok, ami miatt a borjúdülői temető mellett döntöttünk. A 860 méternyi kerítés saját és támogatói forrásból építették, amit mindenkinek köszön az esperes. Saját forrás mind. Itt szeretném megköszönni a támogatóinknak. Ez a mostani gyűjtésünk is eredményes volt, hiszen a városból az egyháztagokat külön vettük, akik amúgy is szoktak adományt adni, tehát a városból közel 400 ezer forint értékben kaptunk felajánlást, ezt nagyon köszönjük. A gyülekezeti tagjaink, a gyülekezeti nyilvántartásban szereplők olyan 900 ezer körül adtak össze, és a fönnmaradót pedig az egyházközség saját forrásából fizette ki. A temető látogatási rendje is megváltozik, például az áthajtás, ami sajnos visszatérő jelenség, meg fog szűnni. A környéken lévő temetők nyitvatartását megnézik, ahhoz alakítják ki a karcagiakét is. Temető nyitvatartásnak kell lenni, ez egyébként törvényi jogszabályi előírás. A temető nyitvatartást pedig természetesen be kell tartani, csak kivételes alkalmakon, értve ez alatt a húsvéti időszakot, illetve a halottak napja környékét, akkor szoktunk változtatni rajta. Ez azt jelenti, hogy például az áthajtás, ami sajnos visszatérő jelenség volt, az is meg fog szűnni, tehát nagy valószínűséggel megnézzük a környéken, hogy mi a standard, igyekszünk ehhez alkalmazkodni, hogy nagyjából egységes legyen, hiszen a környékből járnak karcagra, illetve a karcagiak járnak környékbéli temetőkbe, hogy egységes legyen legalább a gondolkodás. Nagy valószínűsége olyan reggel 6-7 óra körül lesz a nyitás, és természetesen lesz nyári, meg lesz téli időszak, akkor fogjuk majd bezárni. Ez azt jelenti, hogy a kiskapu ennek ellenére nyitva lesz, hiszen a gyalogos bejárás, ezt mindenképpen engedélyezni fogjuk, de az autókkal való behatolásnak, bejárásnak azért vannak, főleg, még egyszer mondom, vagyonvédelmi okai, hiszen hogyha korlátozni tudjuk ezeket az áthajtásokat, azért nagyon szűkek ezek az utak, nem arra vannak kitalálva, hogy itt autók egymás mellett két sávban elférjenek, de bizony volt már ebből probléma, hiszen emlékműveket, pillanatokat le lehet borítani, és ez még egyszer mondom,
nem elsőrenden anyagi, hanem mindenek előtt lelki problémát okozna. A nyitvatartást az egyház hírelni fogja. A két hiányzó kiskapu is hamarosan elkészül majd. Gondolatban már tervezik a következő temetőnek a bekerítését, de ez a bevételi oldaltól függ, hiszen erre sem pályázat, sem felajánlás nincs. Gondolatában telik, hogy tervezzük a következő temetőnek a bekerítését. Természetesen ez mindig a bevételi oldaltól függ, hiszen erre sem pályázatunk nincs, sem felajánlások nincsenek. Itt megint rá leszünk hagyatkozva a lakosságra, illetve hát ugye sajnos a temetői bevételek azok nagyon-nagyon minimálisak, mondhatnám, hogy ha a nullszaldót ki tudjuk hozni, akkor nagyon boldogok vagyunk. Talán, hogyha lesz valamilyen pályázat, ami a Magyar Falu programhoz hasonlóan a temetőkre érvényes, vagy temetőket veszi célba, és nem az 5000 fő alatti, hanem mondjuk a 25000 fő alatti települések is beleférnének, akkor pedig valószínűleg egy óriási léptékkel fogunk haladni, hiszen minden forrást fel fogunk erre használni. Közös érdekünk, hogy a temetők szépen, rendben, méltó módon legyenek a lakosság számára biztosítva. Mondta Koncz Tibor, akitől megtudtuk, hogy tervei között szerepel egy új ravatalozó építése a déli temetőben. Varga Nándorral, a Magyar Kazak Baráti Társaság elnökével beszélgettünk az idei évükről, programjaikról, amit a COVID-19 járvány átírt némiképp. Az egyesület aktív korát éli. Az utóbbi időben az irodát, a székhelyüket rendbehozták, bebútorozták, ellátták a szükséges tárgyi eszközökkel, és több pályázaton is részt vehettek. A COVID az sajnos beleszólt a mi életünkben is. 2019-ben egy testvérvárosi kapcsolat útján jutottunk volna el Bácskos útfalvára, onnan Nándorfehérvár, Szabadka és a többi látványosságot megtekintettük volna. Sajnos nem tudtunk részt venni ezen. Kétszeri halasztás után végre idén nyáron eljutottunk odáig, hogy a KUNOK kapcsolat építése és múltjának feltérképezése kapcsán Győr és Győr környékét látogattuk meg, ahol Kunsziget településsel és annak vezetőivel és lakóival fel tudtuk venni a kapcsolatot, meglátogattuk őket, levetítettük a filmet, amit itt 2019-ben már bemutattak, ami Fazekas miniszter úr javaslatára Karácsony Sándor által készítetett el, mindenütt nagy sikert aratott, így ezt levetítettük Kunszigeten is, és nem csak, hogy nekünk sikerült kapcsolatot teremteni, hanem úgy néz ki, hogy Szepesi Tibor polgármester is ott volt velünk, és ő is felvette a polgármester asszonnyal a kapcsolatot, és a két település közt, mint KUNOK közt ez a kapcsolat is alakulni fog. A pályázatok közül Varga Nándor kiemelte, a 2019-ben nyert HAC pályázatukból csapatfejlesztő tréninget szerveztek. 19 fővel szeptemberben Rákóczi nyomába indultak. A Rákóczi nyomában elindultunk, és Hernád Vécsei szállással, Kassa, Sárospatak, Füzérradvány, Széphalom, és sorolhatnám végig, azt hiszem mindenki ismeri ezt a környéket. Végigjártuk azokat az emlékhelyeket, amelyek Rákóczihoz kapcsolódnak. Nem csak Rákóczihoz kapcsolódik, hanem egyesületünk oszlopos tagjához is, hisz tudjuk, hogy a Rodos tóház előtt Rákóczi szobrát Györfi Sándor szobrászművész barátunk készítette, így büszkék voltunk, amikor ott kérdezgették, hogy tényleg ő az a művész, aki csinálta? Úgyhogy köszönjük, Sanyi, ezt neked is.
Az idei pályázatukból a Radnai Hágótól Karcagig címmel a Kunok bejövetelének útján alcímmel terveztek kirándulást. Ezt a Covid miatt lemondták, pályázati módosítást kértek, és a kirándulás magyarországi részét megtartották, és a Lubi kastély kapcsán szintén Kun ősökre bukkantak, mondta Varga Nándor. Ez július 1-től 5-éig lett volna, és a Covid kapcsán a lefoglalt szállásokra előleget, nem csak előleget, foglalót kértek volna, 50%-ot, ami elég komoly összeg, és mivel foglalóról van szó, a Covid kapcsán nem kaptuk volna vissza, ha lemondjuk. Ezért nem csak a szállást mondtuk vissza, hanem a pályázati módosítást is megkértük, és megkaptuk azt a lehetőséget a Bethlen Gábor alapítványtól, és köszönjük a segítséget nekik, hogy a kirándulásunk magyarországi részét, tehát a határtól kezdve a Kunok, ahogy bejöttek, azt a részét kibővítettük több más látnivalóval, és hál' Istennek nem csak, hogy örömmel vettük, hogy engedélyezték nekünk ezt, hanem közben olyan Kun kapcsolatot is találtunk ennek a kirándulásnak a kapcsán, hogy a Lubi kastély tulajdonosa az 1200-as években a jászkonságból származott, onnan települt át, és őnek is Kun ősei vannak. Továbbá nagy szekeresen a kastély és a templom építője, a kastélyból már nincs semmi, de a templom szerencsére megvan, ott szintén az 1300-as években egy Kun nevezetű birtokos volt, aki megint a Kun bejöveteletét és a Kunok összetartozását erősíti. Ha a járványhelyzet engedi, fotós élménybeszámolót is tartanak majd a város lakosainak kirándulásaikról. A 2022-es évet tervezik, de a Covid beleszólhat. Két pályázat még folyamatban van, de ennek a két pályázatnak a megvalósítása, hogy mikor történik, hogyan történik, ez még a jövő titka. Annyit azért elárulnék, hogy egy olyan jellegű pályázatunk is van, hogy a Magyarországon tanuló kazak diákokat és a nagykövetség munkatársait lehívnánk Karcagra, és a főtéri randevúhoz hasonlóan itt a Toronyháznál, a Filagória alatt a Kunorgonda zenebarátok tagjaival közösen énekelnének, utána pedig együtt egy közös vacsora mellett megbeszélnénk azt, hogy hogyan építsük fel a további kapcsolatot, hogy minél jobban ez a Kun-Kazak-Magyar kapcsolat alakuljon. Remélhetőleg tavasszal ez már megvalósulhat. Sártengert nyelt el egy mentőautót a Cibakháza felé vezető úton. Súlyos beteghez hívták ki a mentőket Cibakházára, ám a jármű a sáros dűlő úton elakadt. A Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltóság a helyszínre kiérve azonnal jelezte a megyei ügyelete felé, hogy hosszabb időt vesz igénybe a mentőautó műszaki mentése, ezért azonnal indítsanak egy másik egységet a betegért. Egy karcagi születésű, most Cibakházán lakó férfi mutatja, mekkora a sár az utcájában. Itt akadt el a beteg sárító, ezen a fóton. Igen. Ezen a fóton akadt el. És akkor itt egy tolatgatott jobbra, balra, előre, hátra. A lánglovagok kézi szerszámokkal ásták ki a mentőautót, majd kivontatták azt. Hétfő este érkezett a jelzés a katasztrófa védelemhez, miszerint Cibakházán az Újszőlő úton egy mentőautó egy beteggel elakadt a sáros úton és nem tud tovább menni. Tiszaföldvárról érkeztek önkormányzati tűzoltók a helyszínre, akik lapátokkal tisztították meg a mentőautó környezetét a sártól, majd amikor már lehetségessé vált, akkor drótkötél segítségével kivontatták az autót, illetve a benne lévő beteget későbbiekben egy másik mentőautó szállította tovább.
Mint írták, a nem mindennapi feladat körülbelül egy órát vett igénybe. Ez idő alatt a másik mentőegység a beteget ellátta és kórházba szállította. A szolnoki törvényszék most meghozott másodfokú ítéletében a vádlott fegyházbüntetés tartamát 9,5 évről 12 évre felemelte a karcagi férfinak. A szolnoki törvényszék másodfokú ítéletével jogerősen lezárult annak a 30-as éveiben járó, büntetett előéletű férfinak a büntetőügye, aki tavaly nyáron más bűncselekmények mellett alig egy hónap leforgása alatt két rablást is elkövetett. Előbb 2020 májusában az egyik karcagi ház udvaráról vitt el egy segédmotoros kerékpárt, majd alaposan megverte a tulajdonost, aki utóbb nem volt hajlandó fizetni azért, hogy kiváltsa. Néhány héttel később kisújszálláson pedig az egyik utcán sétáló asszony kezéből tépte ki a táskát, olyan erővel, hogy a hölgy a földre zuhant és eltörte a karját. A karcagi járási ügyészség 2021. március 17-én emelt vádat az ügyben. A karcagi járásbíróság 2021. május 13-án előkészítő ülést tartott, melyen a vádlott a vádiratban foglaltakkal egyezően beismerte a bűncselekmények elkövetését és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról, mely nyilatkozatait a bíróság elfogadta, és aznap ítéletet hozott. A férfi rablás és súlyos testi sértés büntettében, rablás büntettének kísérletében és két rendbeli lopás vétségben is bűnösnek találtatott, amiért a járásbíróság 9 év 6 hónap fegyházra ítélte és 10 évre eltiltotta a közügyektől. Az ügyészség keveselte, a vádlott és védője sokkalták a kiszabott büntetést, ezért a vádhatóság a vádlott terhére súlyosításért a kiszabott szabadságvesztés tartamának lényeges felemelése, míg a védelem enyhítésért érdekében fellebbezett, így az ügy másodfokon a szolnoki törvényszéken folytatódott, ahol a napokban jogerősen befejeződött. Az ügyészi fellebbezés eredményre vezetett. A szolnoki törvényszék most meghozott másodfokú ítéletében a vádlott fegyház büntetésének tartamát 9,5-ről 12 évre felemelte. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!